Vasárnap reggel 6 órakor nyitnak a szavazókörök, az országban összesen 10.119, Szombathelyen 72 helyszínen, és a Kossuth utca 11-es szám alatt, ahol az átjelentkező nem szombathelyi választópolgárok voksolhatnak az EP választáson. A szavazáshoz érvényes fényképes igazolvány és lakcímkártya szükséges. Hétvégére rendkívüli nyitvatartással készülnek a kormányablakok, ide fordulhatnak segítségért azok, akiknek lejárt vagy elveszett a személyi okmánya. A névjegyzékben szereplő több mint 61 ezer választásra jogosult szombathelyi többsége 3 szavazólapot kap. Egyrészt kap egy polgármesteri szavazólapot, egy egyéni képviselői szavazólapot, illetőleg egy európai parlamenti választásra vonatkozó szavazólapot, de vannak olyan szombathelyek, akik nemzetiségi névjegyzéken is szerepelnek, és így ők nemzetiségi szavazólapot is fognak kapni. Aki valami miatt akadályoztatva van abban, hogy személyesen felkeresse a szavazókört, mozgóurnát igényelhet. Erre még a szavazás napján is lehetőség van. Jelen pillanatban 514 fő szerepel a mozgóurnát kérők között. Ez a szám azonban még bővülni fog egészen bizonyosan, hiszen egészen a választás napján déli 12 óráig lehet mozgóurnát igényelni. A választási időpontjaig, a választás megkezdéséig egyébként ezt meg lehet tenni a választási irodán, a választás napján, a választást követően, megkezdését követően pedig a szavazatszámláló bizottságoknál lehet igényelni. Közel 700-an dolgoznak majd azért, hogy zökkenőmentesen folyjon a választás, köztük 505 szavazatszámláló bizottsági tag. A szavazókörök 19 órakor zárnak, ezután adminisztratív feladatokat kell végrehajtani, például megállapítják, hányan jelentek meg a voksoláson. Ezután kezdik a szavazatok számlálását, először a polgármester jelölti, majd a képviselő jelölti, végül pedig az EP szavazatokat veszik számba. Az eredmények közlését 20 órakor kezdi meg a Nemzeti Választási Iroda. Az EP választás eredményeinek közzétételével meg kell várni, hogy Olaszországban este 11 órakor befejeződjön a szavazás.